Kövesgyűrpuszta. Tótvázsony központjától 4 kilométerre, Veszprémtől mindössze 8 kilométerre, a 77-es főút mellett található. Kövesgyűrpuszta ma a Tótvázsony község település része. Hajdanán 4-500 ember is lakott itt, ma ez negyedére csökkent, mindössze 100-an lakják már csak a falut. Régen 1000-1500 bárány birkát legeltettek, szállásoltak el akólokba Kövesgyűrpusztán. Ma az is csak lecsökkent 4-500 darabra, melyet Dávid László barátom legeltett. Ma hozzálátogatunk el, megnézzük manapság milyen egy birka, körmölés, hogyan csinálják a mai világban. A Körmahegyinél levesszük, van benne egy írka Körmahegyébe, mindjárt priszkül a vér akkor. Kicsolgassuk, van segédeszközünk, látszik olló, hogyha van akkor a köröm. Óvatosan lenagyoljuk, és akkor utána le a körmeiket. Hát ezt most nem kell gyógyítgatni, mert nem beteg, csak nagy a körme. Úgy régen kevertünk rézgálicot, ilyen messzes körmölőanyagokat, most már nem használunk ilyet, vannak régi pásztoremberek, most is használnak, de mi már ilyen új dolgokat használunk, ilyen sprét használunk. Hát mostaniak azt mondják, hogy ez ilyen tiaktalin lapú, de ormai szaga is van neki. Úgyhogy így. Meg van egy kicsit rohadva a köröm, beteg részt eltávolítom. Bajnos, de tépni nem szabad, már nagyobb kárt csinálunk, mint hasznot. Akkor le van pucolva teljesen, akkor fogom a sprével. Befújom. Ebben antibiotikum is van. Kicsit kipucolgatom előtt, akkor könnyebben megy. Tavasszal, ősszel, de ha kell, sajnos ilyen sáros helyen vagyunk mi. Nagy sár van, beleragod a körme közé, aztán bepálik, berohad. Betegség gyötés. És itt talán életlen a metszóló, de és van már élesebb. Így
igen. Itt a környékben szoktak lenni vándorjuhászok. Nem volt gyógyszerük a birka lábához. Azt szokták csinálni, akkor lekörműték, hidegített. Aztán ennyi volt. És érdekes módon meggyógyult. Nem a körmágy nyiné az eret vettem le. Akkor aztán spriccolódik. Hát ebben elég kányos van. Jó, megnőtt a körmük nekik. Ezek a tuklók, amik itt már vannak, az az utánpótlás lesz a következő évre. De amúgy az állati jóléti támogatásnál is szükséges egy évvel kétszer lekötni. Ha beteg, ha nem beteg, lepucoljuk. És akkor probléma nagyon nem lehet. Sajnos égbetegek telesárra. Ahogyan régen mondták. Hoppa, várj egy picit. Hát. Ez egy pár napon belül meggyógyul, észre se veszi, hogy meg lett körmével, könnyebben jár. Itt nálunk az a baj, hogy a kurvás utak vannak, és a belenőr a körmébe. És a, hogy le van körmével, utána ez a köröm széle, az megfogja a ganyét, a ganyé megfogja a kavicsot, és így lesántul a birka. Így mostan, hogyha le van körülve, nincs ez a körönperem, akkor kiküszöböljük ezt a sántoságot is. Ne feledkezzetek meg feliratkozni a YouTube csatornámra. Itt jobb oldalt alul nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és a csengő gombot is nyomjátok meg, hogy ne maradjatok le újabb videóimról. Lesznek mesterek, mesterségek, egy-két főzőműsor, és persze sok-sok meglepetés. Vár mindenkit nagy szeretettel a jó Laci Vetyár.